nagy terítékes fácán vadászat. Zoli, süllyessünk, ott hagytam a kutyát, Gyulán. És minek a kutya? Most ez lehet tudod venni, látsz ilyenkor persze. Valamit? Persze. Kutya nélkül nem lehet vadászni. Ebb a kutya vadász nélkül. Vadász, ebb a kutya, hogy van? Én azért szeretek vadászni, hogy a kutya jó érezze magát. Igen. Ja, értem. Meg kutya nélkül nem is tud. Mikor nekiindultunk a vadászatnak, még nem sejtettük, hogy Bendegúzról ezek lesznek az utolsó felvételek. A vadászterületre érve igazi, téli puszta fogadott minket. Minden fehér volt a hótól, ami manapság sajnos igazi ritka látványnak számít. Átvágjuk magunkat itt árkombokra. Ja, itt van még árok is, akkor jó, szó szerint árkombokron. Igen, már melegen van, még mi csak most kezdtünk el sétálni. Ez mindig ilyen szokott lenni? Milyen? Hát, hogy ilyen mindenen keresztül kell vágni. Igazi dzsungel. De te menjél kívülre akkor. Nem, hát én itt megyek veletek. Hát másképp hogy mutassam meg, hogy itt vagy? Hát vágjuk mi is magunkat. Bendegúz kiváló vadászkutya volt, aki arról híresült el, hogy állandóan keresni kellett, mert miután leállta a vadat, addig nem mozdult onnan, amíg bátyám rá nem talált. Sokat kell sétálni. Miért kell a kutyára ez a sárga? Na, 10 éves és még mindig nem tanultam meg, mikor kell visszajönni. Menjél, keres. A sárga nyakörv azt a célt szolgálta, hogy mikor Bendegúz eltűnt leállva a vadat, akkor volt mi hangjelzéssel jelezze a hollétét. Hol vagy, Bendegúz? Nem, erről van. Gyere vissza. Jó, ezt hogy adja a hangot. Ezzel tudom, hogy hol jár. Menj tovább, menj. Öreg vadászkutya létére Bendegúz fáradhatatlanul kereste a fácánokat. S ha kiszimatolt egyet, akkor az biztosan meg is találta. A kakas, figyelj! Kakas! Nektek lesz jó! Lőjed! Megy a faluba! Hol a megvolt? Na, megvan, megvan. Kutya keresi a vadat. Bendegúz egy jó szaglás kutya. Majd meglátjuk, amikor megáll, tehát ha lesz olyan, nagyon bokra. Menjél be! Menjél vissza! Bendegúz! Csak süket is már ráadásul. Bendegúz ekkor már félig süket volt, de a szaglása továbbra is jól működött. Amit hamarosan meg is mutatott, mikor leállt egy vadat. Egy tyúk. Gyere! Bendegúz, gyere! Bendegúz, jöhetsz. Elmenne. Gyere. Elmenne. Ezzel nem akarja ott hagyni. Bendegúznak nagyon jó szaglása. A többi vadász az benn megy a erdőbe. Mi pedig itt oldalról biztosítjuk, hogy el ne menjenek a repülő vadak. Tovább tapostuk a havat. Még nem egyszer, csak eldördült néhány lövés. Jött valami erre? Egyet lát. Egy kakas. Csak mi nem volt, amit mindig rossz helyen állok. Igen? Hát a helyezkedni is jót kell tudni. Igen, azt mondják. Az életben is, meg itt is. Hát abban egy vadász, akkor mire figyel, hogy biztos le tudja lőni? Nem, hát egy vadásznak figyelnie kell sok mindenre. A lőirányra, hogy nehogy valakit megsebezzél. Nem lőhetsz bele ilyenkor például 3 méter magasan a fák, mert visszapattanhat csörét, vagy arra pattanhat. Figyelned kell arra, hogy kakast lőjél, ne tyúkot lőjél. Kicsit ilyen vadregényes tájon megyünk. Van itt minden. Ezek a gyönyörű szép tövisek. Ezek baromi fájdalmasak ott a ujjamon. Ugye már egy párszor megszúrtak engem, úgyhogy nem a legjobb érzés. Tovább haladva az erdő széléhez értünk, ahol hamarosan villámgyors puskalövések dördültek. Ott vannak. Én nem lőttem. Hát azért második év vagy hárman lőttetek rá? Én nem lőttem.
kell. Ólomérgezést kapott szegény. Itt a kutyád Zoltán. És mi történik? Milyen pillanatban körbeállt az összes vadász ezt a kis erdőfoltot, és csak a hajtók, meg néhány kutya megy be, hogy kihajtsa a bent lévő madarat. Aha. Így van, bebiztosít, hogy ne tudjanak nagyon elmenni, ha van hát benne. Így adunk a legtöbb esélyt magunknak, a madaraknak meg a legkevesebbet. Aha. De majd meglátod, hogy lesz benne madár, hogy azért nem mindent lőnek le a vadászok. Miközben a hajtók az erdőfoltot hajtották, s a vadászok türelmesen várakoztak, addig Bendegúz izgatottan csóválta a farkát. Ilyenkor nagyon sokat hazudnak a hajtók, most azt kiabálták, hogy még 20 kakas van benne, hogy izguljanak a vadászok. Kíváncsiak leszünk, hogy hány lesz benne. Ott jön valami, ott valami. És valóban, a hajtók csak hetszelték a vadászokat, mert ezek után mindössze egy kakast... Ez tyúk. És egy tyúkot sikerült felhajtaniuk. Ebben nem sok madár volt. A hajtás végeztével megérkezett a szállítójárművünk, amivel átutaztunk a következő vadászandó területre. Miután leszálltunk a járműről, nekivágtunk, hogy elsétáljunk a leállóhelyünkre. Az odavaló séta kicsit sem volt emberkímélő, hisz a hóban való tapiskolás nem könnyítette meg a dolgunkat, mint ahogy a nádason való átvágás, az utunkat keresztező kanál is, és az egyre erősebben fújó szél sem. Még Bendegúznak is akadtak nehézségei, amikor egy roskadó kerítéshez értünk, amin öregesen és némi segítséggel tudott csak átjutni. A hosszú és fárasztó séta után végre sikerült elérnünk a kiszemelt helyet, ahol felvettük a leálló pozíciónkat. A leállásnak az lenne a lényege, hogy a leállók zsíri csendben állnak egy helyben, mert ha elkezdenek beszélni, viccelődni vagy hangoskodni, mivel hátszelük van, elzavarnak minden madarat, és biztosan nem fognak tudni rálőni semmire. Hosszú, unalommal teli várakozás következett, miközben a hajtók lassan közeledtek az erdősor vége felől. Bendegúz öreg veterán vadászkutyaként jól tudta, hogy ilyenkor leállásnál a gazdája mellett a helye, ezért bátyám lábánál várakozott. Majd úgy 10 perces várakozás után már épp kezdtük azt hinni, hogy itt most nem fogunk látni semmit, mikor egyszer csak egy kakas húzott el oldalra, a leállómentes területen, amit egy lövés követett. Kis idő elteltével Bendegúz rutinosan hozta a szomszédos leálló terítékre hozott fácán kakasát, ami után az eddigi nyugalmunk pillanatok alatt szerte foszlott. Mivel a közeledő hajtás miatt megpróbáltak oldalra kitörni a felhajtott fácánok, ezért bátyám szerette volna még jobban leszűkíteni a hajtók és a leállók közötti rést, de megállt, mert meggyőztem, hogy itt már jó helyen vagyunk. De tévedtem. Hát messze van Zó. Ott van már. Hát ott. Kimen már négy. Kicsit bosszantott, hogy miattam nem tudta terítékre hozni a fácán kakast, ezért a továbbiakban inkább nem adtam tanácsot. Szerintem ez kakas, kakas. Jó. Meg lesz ez. Leesik egyből. Az első lövés valóban azt mutatta, hogy azonnal terítékre kellett volna esni a kakasnak. De mivel a vadászat ilyen szeszélyes, így az egyik vállalkozó szellemű hajtó érte ment a távolba, és sikeresen terítékre hozta.
A hajtás végeztével vissza akartunk menni a szállító járműhöz, de Bendegúz leállt valamit, és egy istenért sem akart onnan elmozdulni. Bátyám meg volt győződve arról, hogy nincs ott semmi, ezért, hogy ezt megértesse Bendegúz makacs órával, taposó mozdulatokkal próbálta mutatni neki, hogy nem bujkálott fácán, mert akkor biztosan felrepülne. De hamarosan kiderült, hogy egyikük tévedett. Ó, fogott egy nyugodt. Sajnos nem Bendegúz óra tévedett, így annak egy fácán tyúk lelte kárát. Ebből is látszódik, hogy Bendegúznak tévedhetetlen volt a szaglása, és az is, hogy hajtásnál szükség van vadászkutyákra, mert azok rögtön kiszagolják a hajtók számára észrevehetetlenül meglapuló fácánokat. Nem szoktam fel, csak egészet. Nem az így, a felad az égen. Csak szomjas vagyok, kész. Meleg, adj egy kicsit. Tudod miért? A következő vadászterületre érve... Hol a kutyám? Ott van mellett. Egy kiszáradt kanál is mentén hajtottunk. Minden eddiginél több kilométert megtéve. Nem kell belenézni a kamerába. Bendegúz, nem nézel a kamerába. Nem nézel a kamerába. Nem, rossz színész vagy. Nem fél a kamerától. Nincs kamera le. Hogy kell ilyen kapuskát vinni? Mely a normális módja neki? Két felé állhat. Lefelé a földnek, vagy felfelé az égnek. Aha. Ennyi? Nehogy megtudj, ennyi. Olyan, mint a jó vagy. És lefelé, vagy felfelé. De nem mondjál a hülyeségeket. De láttad, a hajtók csak ennyit tudnak. Ezért ők a hajtók. Hetszelve egymást tovább tapostuk a havat. De se mi, se Bendegúz nem lehetünk fácánok nyomára. Nem fárasztó ez a sok sét? Egyre jobban fáradunk. Na, nagyon nehezen bírjuk. De már itt a dél. Még 4 óra hosszát kell kibírni valahogy. Aha. Értem. Én nem fáradok. Hát erős fiatal strand gyerek vagy, és nincs feleség. Ja, értem. Körülbelül sétáltunk, vagy 2 kilométer, de még a felén is se vagyunk. Bemegyünk az erdőbe. Sajnos, hiába a megtett kilométerek, ezúttal a vadászszerencse nem pártolt mellénk, és egy lövés sem tördült. A hajtás végeztével ismét szállító járműre szálltunk, majd új vadászterületre utaztunk. Gyere, Bendegúz! Első szóra. Ahol csak remélni tudtuk, hogy a vadászszerencse ezúttal mellénk fog állni. Rögtön a vadászat kezdetén fácánokat láttunk a távolban, ami jó előjele volt annak, ami ezután következett. A vadászszerencse ezúttal telibe trafálta bátyámat, mert lövést lövés után ejtett. S a terítékre lőtt kakasokat Bendegúz szorgosan hozta nekünk. Még nem egyszer csak, bátyám szem előtt évesztette. Kutya? Hol van Bendegúz? Honnan tudja? Szerintem az állta a tyúkot, nem? Nem, hoz egy kakas. Bendegúz, süket, már az a baj. Gyere! Ja, lehet, hogy a bent, amit belültem, azt vette. Add ide, Bendegúz. Jó, add ide. Miután Bendegúz megmutatta, hogy öregsége ellenére más vadászok elejtett kakasát is össze tudja gyűjteni, bátyám a kedvező vadászszerencse izgalmában és a vadásztársak némi biztatására egy túl közeli lövést ejtett. Itt jön. Nem hiszem, nem kellett, el kellett volna engedni hát. A túl közeli lövés után megérkezett a szállítójármű, amire felpakolták az ebben a körben elejtett fácánokat, majd itt helyben tovább folytattuk a vadászatot. Ez az utolsó hajtás? És most mi merre megyünk? Sehol, leállásunk. De hol? Itt.
Itt jól tudsz videózni. Honnan jönnek vissza? Merről? Megy, onnan indul. Ja, ezt az egészet hagyják le? Ja, akkor mi meg így alakul, ilyen U-alakba beállunk? Aha. A végén még én is belejövök, és vadász leszek. Na jó, nem. Én inkább maradok a halaknál. Hallod, Bendegúz? Most csak állni kell. Mi véres, akkor hogyha most a puskára... Itt véres a csöve, és ha nem takarítod le, akkor be fog rozsdásodni. Mi a vér ennyi ilyen hatással van? Igen. Hát ezt hazam megyünk, akkor le kell takarítani. A puskát azt mennyire kell úgy karban tartani, ilyen időközönként? Hát azt szeretnéd, hogy sokáig lőjél vele, akkor minden vadászat után. Aha. De most például a fa részét, az mivel olajja? Olajjal, ez olajos tus, nem lakkozott. Aha. A sima olajja. Látod, itt is adta vizes. Igen, látszod. Milyennek tartod az eddigi lőt? Hát a vége, az most már nagyon jó. A végén jöttünk a vanba. Az elején jó megsétáltattak minket, kellőképpen lefárasztottak. De gondolom, ez nem megy a célzás rovására. A célzás rovására nem, de ez célzás volt. Sétáltunk 15 kilométert, most meg sétálunk 20 métert, meglátjuk, mi a különbség. Elérkezett a mai utolsó vadászat. Türelmesen, de annál kíváncsibban várakoztam, hisz bátyám elmondása szerint most benne vagyunk valami vanban, ami bizonyára olyasmit jelenthet, mint amikor horgászatnál leülünk a tuti helyre. Az első fácán sebzetten érkezett bátyám felé, aki megpróbálta lövés magasságba terelni, hogy megadhassa neki a kegyelem lövést, mielőtt a mögöttünk lévő kerítéssel lezárt területre érkezne. Nem berepült a kapátomba. A fácán kakasz szerencsére nem a lezárt területre esett, így Bendegúz terítékre tudta hozni. Az eset után tovább várakoztunk, majd hamarosan bebizonyosodott, hogy tényleg benne vagyunk abban a bizonyos vanban, mert úgy záporoztak a lövések, amilyet én még soha nem láttam. Azt hittem, hogy a fácánkakasok és vele együtt a lövések is gyorsan elfogynak. De nem így történt. Itt jön egy más. Ott is jön egy, itt is jön. Na, azt hiszem, ez nem egyszerű. Puskák szűnni nem akaró robajjal dördültek, egyre több pácán kakas terítékre hozva. A hajtás végeztével minden elhalkult, s miután bátyám összeszedte a földön heverő üres sörétes töltényhüvelyeket, a szállítójárművel visszautaztunk a vadászházhoz, ahol a szépen elkészített teríték után véget ért az első vadásznap. Második nap. Volt nekem, milyen reményekkel indulsz neki ennek a második napnak? Nagy reményeknek kell. Pontosabban, mit vársz ettől a mai naptól? Igaz, hát hogy finom, esik a hó? Finom vacsorát. Na, értem, se dolgokat nem tudom. Nem megy ez neked. Mivel bátyám nem volt valami bőbeszédű, ezért a továbbiakban én próbáltam meg közvetíteni a tapasztaltakat. Kicsit rossz a talaj. Ebbe upás is nagyon mélyre süllyed benne a csizma. S ráadásul még a hó is esik. Nem sokkal később egy szántóföld közepén található nádashoz értünk, amit mindössze két darab puskával próbáltunk körbekeríteni. Persze, ahogy ilyenkor az lenni szokott,
A nádas szabad oldalán kezdtek el kirepülni a bent lévő madarak, mire bátyám gyorsan oda sietett, hogy ezt ne hagyja puskalövés nélkül. De alig, hogy ezt megtette, gondolt egyet a többi fácán, és bátyám korábbi helyénél próbáltak kitörni. Állj, csak messze van már tőle. Megelőztek minket a madarak. Ügyesebbek voltak, kirepültek. De egyet sikerült a vadászok. A következőkben egy őzrudli futott el a távolban, miközben Bendegúz egy sebzett kakast keresett. Utána mentünk az előbbi meglőtt kakasnak, elég messzire ment, és a vadászkutyánk Bendegúz nyomra lehet is megtaláltuk. Ez már nem fiatal, igazi vadkakas. Az igazi vadkakas után tovább mentünk, majd mielőtt elértünk volna a kiszemelt vadászandó területre, megálltunk egy rövid időre. Most jó is tesz egy kis pihenés, legalább 2,5 kilométert itt sétáltunk a szántóföldön. Én most várunk egy kicsit, hogy felzárkózzanak a többiek is. Miközben várakoztunk, egyszer csak talált valamit a szántóföldön Bendegúz. Bendegúz valamire nagyon figyelmes lett, melyek megnézem, hogy mi az. De mielőtt odaérhettünk volna, sajnos megfogta azt. És nyuszika. Február 8-án. Szegény. Sajnos ez el fog pusztulni. Mert nem... A kutya megrágta. Vetesszük a zsebünkbe. Reméljük azért túl fogja élni. Egy ideig magunkkal visszük, és majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. A kis nyulat végül én raktam zsebre, amiután újabb őzrutlit láttunk. Majd mikor megérkeztünk a levadászandó területhez, egy vadnyús purizott el mellettünk. Milyen kis gyors. A hó szűnni nem akaró pelyhekben hult, miközben várakoztunk a fácán kakasokra, amik hamarosan meg is érkeztek. Csak épp mind elkerülték bátyámat. Mind a kettő, hogy eltalált. Aha. Most nem sok szerencsénk volt, mert rossz volt a széljárás, hátszelet kaptunk, és minden madár a túloldali felé repült. Ők viszont nagyon jól jártak, rengeteget lőhettek. Most pedig az történik, hogy a vadászok továbbra is felállnak, a hajtók meg besétálnak, és a bent lévő maradék madarakat még kihajtják. A vadász szerencse ezúttal nem pártolt bátyám mellé, s mivel megsajnáltam, fogtam Bendegúzt, és elindultam vele meghajtani az előttünk lévő kevés helyet. Hát, ha sikerül felhajtani bátyámnak pár kakast. Legyünk egy kicsit hajtani. Az itt maradt madarakat egy kicsit megzargatjuk. Ez igen. Megpróbáltam a többi hajtó hangját utánozni, ami hamarosan meg is hozta az eredményét. Kit a kakas, figyelj! Mert bátyám terítékre hozott egy kakast, nekem köszönhetően. Bendegúzzal igazi nyerőpárost alkottunk, mert ezután még több kakast hajtottunk fel együtt. De azok már nagy ívben elkerülték bátyámat. Kakas, oké! Kakas! A hajtás végén megérkezett a szállítójármű, de mielőtt felszálltunk volna rá, gyorsan megnéztük a zsebemben melengetett kis nyúl állapotát. Jó, ha nincsenek nagy kis nyuszika itt néz. Kis pindur-pandur. De már nem annyira eleven. Most megnyugodott. Most született, még látszik a fülén. Reméljük, hogy egyszer már legalább szopott neki. Úgy tűnt, hogy a kis nyuszi jól van, és túl fogja élni a Bendegúzzal való találkozást. De mivel már nem lehetett visszaengedni, ezért úgy döntöttünk, hogy hazavisszük és megpróbáljuk felnevelni. Miután a kis nyuszit biztonságos helyre tettük, Bendegúz felraktuk a szállítójárműre, mert öregségéből adódóan már képtelen volt a lépcsőn felmenni.
és mivel már kicsit fáradt is volt, hogy pihentesse a nyakát, öregesen rátámasztotta a fejét az egyik vadászkutya hátára. Az új területre érkezve ismét láttunk néhány őzet, majd folytatódott bátyám vadász szerencsementes sorozata. Bátyámnak olyan érzése lehetett, mint egy unatkozó horgásznak, aki mellett a szomszéd horgász folyamatosan fogja a halakat, még neki kapása sincs. De hosszú várakozás után végre bátyám is lövés közelébe került. Zoltán, figyelj, itt is jön majd feléd. Bátyám értement a sebzett kakasnak, amiről ekkor még nem is sejtette, hogy annak különleges kinézete van. A bíró, van sarkantyúja? Nincs. Aha. Azt nem is szoktál beszámolni konyhában. Ez az elejtői, nem? Ilyet lő valaki, az az elejtői. Ez most mi baja van ennek? Hát, hogy ilyen se nem kakas, se nem kakas. Persze, ilyen úgy sem. Persze, hát ilyen jó fölkelavat. El kell vetni a bőrnadrágot. Na, ezért is felavatnak, Zoltán. Mindenért, nem tudsz menekülni, mindenért föl fognak avatni. Hát tényleg érdekes. Ha nincs sarkantyúk, akkor tyú. Van egy bütyök rajta. Megfogdassad? Gyere! A bütyök akkor volt azért. A különleges fácán kakastyúk után Bendegúzt ismét felraktuk a szállítójárműre, majd készítettünk egy közös vágóképet. Ott áll mosolyogja, két tesó. Na, mosolyogok, hát akkor vegyél. Nem. Veszem. Nem azt veszem, te nézd már valamit. Ott veszem, azt te nézd. De nem kell belenézni. Most úgy, mintha nem mi vennék fel a kamerát. Miután leszálltunk a szállítójárműről, a következő vadászterülethez sétáltunk. Na, most elérkeztünk egy olyan területre, ami állítólag tele van madára. Majd mindjárt kiderül. Türelmesen várakoztunk a leállókra, hogy elfoglalják a helyüket. Majd mikor ez megtörtént, komótosan elindultunk, és úgy 150 méterrel később... Hát a kakas, hogy... Hát így eltaláltam. Ti azt, igen? Szép felvételnek kellene. Nem, nem tudom, nem láttam semmit. Kili. Jól indult a vadászat, de bátyámnak hamarosan rossz előérzete támadt. Nem fogjuk jönni semmi. Nem oda vannak teljesen elő. Ó, de mi nem mehetünk be elég, érzel? Jó. Úgy tűnt, hogy ezúttal is el fogja kerülni bátyámat a vadász szerencse, mert a legtöbb madár előrepült fel. Ráadásul még a közelében felrepülő fácánkakosok is elkerülték őt, amikből néhány terítékre került kakast Bendegúz gyűjtött össze. Mikor bátyám épp elkönyvelte, hogy felé már úgysem száll semmi... Itt jön egy Zoltán, figyelj! Itt jön egy... Meg nem tudom berakni a lőszert. Itt jön egy, figyelj, is jön. Álljál, alacsony, itt ment. Nem volt messze. Hozzad! Itt is jön egy. A vadász szerencse a végére megérkezett, és bátyám nem győzött újra tölteni. Még az egyik vadásztárs is besegített a bátyám terítékre hozott kakasainak összegyűjtésébe. Amíg Bendegúz a távoli lövésnél terítékre került kakas hozta vissza. Ügyes vagy, Bendi, hozzad? Látod, milyen okos? Gondolkodott egy ideig, de azért csak elment. A továbbiakban még dördült néhány lövés, majd ennek a hajtásnak is vége lett. Bendegúzt jó végzett dolgát, minden kakast ide fordnak. Meg amit nem mi lőttünk, azt is. Ügyes kutya. Hát lőttem egyet az elején,
kettő, három, négy, öt. Szóval ötöt lőttem. A vadászat után ismét a szájtó járműhöz sétáltunk. Felraktuk vendegúzt, majd kis idővel később leszálltunk, hogy könnyítsünk a jármű súlyán, nehogy elakadjon a nagy sárban. Miután az út ismét biztonságosan járható lett, egy új vadászandó területhez zögykölődtünk. Elkezdtük a harmadik hajtást, és valami tónál raktak ki minket, bár én tavat nem látok, de való itt van. Már lehet hallani, hogy durogtatnak ott a távolba, mindjárt mi is le fogunk itt állni, hogy felzárkózzunk a többiekhez, és bízunk benne, hogy erre is repülni fognak. Folyamatos puskalövések kíséretében érkeztünk meg a leállandó helyünkre, ahol úgy tűnt, hogy ezúttal is csak a távolban fognak mozogni a kakasok. Mivel engem a jó felvételek vezéreltek, ezért próbáltam keresni a megoldást arra, hogy mi is lövéshez jussunk. Nem kell még egy kicsit felzárkózzunk, hogy itt ne legyen nagy a rés. Jó, nem ennyi bejebb szerintem. Te jobban tudsz vadászni, mint én? Hát ide a semmibe soha, büdös életben nem fog jönni. Aha. Érted? Maximum itt fog repkedni a fasor fölött. Ha lőni akarsz, csak ott lőhetsz, úgyhogy ne dumálj nekem. Érted. Ilyen az, mikor én akarom kioktatni bátyámat, aki már 10 éve vadász. És ez nem sikerült, ne? Úgyhogy jobban hallhatok. Mivel továbbra is a távolban repültek a kakasok, ezért bátyám csehhez folyamodott. Ilyenkor csalunk. Mindig lopjuk a távolságot, mindig egy lépésre bejön. Még rá nem szólnak. De hiába, a kakasok továbbra is elkerültek minket. Nézd meg, mind arra megy. Még nem megtört az a bizonyos jég, ami hamarosan be is szakadt alattunk. A fácán kakasok szó szerint megrohamoztak minket, amitől bátyám nem győzte a puskáját újra tölteni. Én meg kapkodva próbáltam megörökíteni a minden irányba dördülő lövések pillanatát, miközben bátyám idegeskedett néhány elhibázott lövés miatt. Az el vagy kettőt, hármat. Hát de lőttem is, látod milyen szépeket lőtt? Hát de nem bírtam tölteni. Ügyes vagy, jó, ragd le. Na, hogy sikerült ez? Na, hát látható szerintem a felvétel, elég ügyes volt. Ez nagy képű, ezt ne vegyük fel. Sikerült? Aránylag jól sikerült, egy párat hibáztam, de ez mindig benne van. A látványnak nem volt egy utolsó, az biztos, nagyon sok felrepült, nagyon sok kakas. Ugye a legnagyobb problémájuk, hogy én legalábbis, mint laikus észreveszem, azt, hogy nem tudnak utána tölteni olyan gyorsan, mint amilyen gyorsan felrepülnek a fácánok. A hajtás végeztével elérkeztünk az utolsó vadászterületre, ami minden eddiginél több fácán kakas tartogatott a számunkra. Azt mondják, hogy a legtöbb madár innen várható, de hamarosan ki fog derülni. Úgy éreztem, hogy mindent sikerült már felvennem, és nem lehet olyan látványba részem, ami felülmúlna az eddigieket. De tévedtem. Miután elfoglaltuk a pozíciónkat, a többi vadásztársal együtt várakozni kezdtünk. De percek teltek el úgy, hogy semmi sem történt. Majd mikor egy kakas szállt fel a magasba, bátyámnak rossz előérzete támadt. Hát ez van a másik oldal. Majd mindjárt kiderül. Csak jöhetnének, mert... Vigyázz, mert puska mikrofon van rajta, és hallottam. Tovább várakoztunk, és mikor kezdtem azt hinni, hogy csak ugrattak azzal, hogy itt sok fácán lesz, Bendegúz figyelme egyszer csak megélénkült. S a következő pillanatban igazi, égi látvány tárult elénk.
Életemben nem láttam még ennyi fácán felrepülni. Ami látvány megtetőzte az eddig készített felvételeket. Így számomra már ennyi is elég volt a film elkészítéséhez. Bátyám viszont többet szeretett volna a látványon kívül. De a fácán kakasok úgy elkerülték, mintha Fortuna istennő szándékosan téríten őket másfelé, tudván, hogy már nem kell a film miatt kedveznie nekünk. Aminek bátyám kicsit sem örült. Jöhetne ide is valami. Gyertek már ide. Egy nem forog ide. Nem tud erre jönni. Láttam, beszoptuk. Miután az utolsónak maradt fácánok visszatörtek hátra, úgy tűnt, hogy Fortuna szíve mégis megesett bátyámon, mert egyszer csak egy fácán kakas repült felé. De mielőtt bátyám terítékre hozhatta volna. Na, azt előttük. Egyet. Nem előttük. Megelőzte őt az egyik szomszédos vadász. Na, hogy sikerült, Zoltán? Nekem nagyon jó. Nem jött ide semmi. A vadászat végeztével Bendegúz terítékre hozta az utolsó fácán kakas. Majd visszatértünk a vadászházhoz, ahol megtekintettük az aznap elejtett kakasokból elkészült hatalmas terítéket, ami talán az utolsó teríték volt, amit Bendegúz még életében látott. Ők már lőttek. Mit csinál? Bendegúz! Nem is! Nem is! Bendegúz emlékére. Amennyiben szeretnétek, hogy minél több filmet készítsünk, akkor támogassátok alapítványunkat adótok 1%-ával, vagy vásároljatok Vadkaland csatorna tagságot. Köszönjük, hogy támogattok minket!